Mikor mész most férhez? Nem, hogy be tudjam írni? Nem, mert hozzád bejövök, hozzátok így bejövök, és te mindig olyan vagy, hogy ebből olyan dolgokat olvasok, hogy kicsit így paráztam, amikor reggel megláttalak. Tehát az esküvő előtt nem parázik, de az ő félelme az, hogy kiül vele szembe. Igen, tőled már parázok, el fogom mondani egyébként. De mikor? Utána? Mitől parázik, ezt nem kérdezzük meg? De én pont ezt akartam kérdezni. Ugye, engem érdekel. Én megválaszolom nektek. Például azt mondom neked, az üzletelés azért nem tudom mondjuk egy síkra emelni, mert egyrészt ugye teljesen más, másrészt pedig az, hogy ha az üzletben az ember mondjuk hibázik, vagy csalódik, azon túlmegy és tovább lép. De egy érzelmi csalódáson mi férfiak is megszenvedjük, bármennyire is hihetetlen, bármennyire is azt gondoljuk, hogy nagyon tökösek vagyunk és nagyon kemények. Ez egy olyan rogyanás lehet az ember életében, amivel viszonylag nehezen jövünk ki. Tehát egyfajta bizalmatlanság, hogy tényleg engem szeret-e, tényleg engem akar-e, egy életen át akar-e engem az adott hölgy. Krisztián, az élet veszélyes. Tényleg? Ha biztonságra törekszel, halljál meg. Ezt a beszélgetést. De tényleg. A halál, ami biztos. Igen, meg az adó. Én ezt a kettőt szoktam mondani.